Meghalt 5 beteg a koronavírus miatt. A hatóságok figyelmeztetnek, hogy még nincs vége a járványnak. Nem csúszik a fővárosi metró felújítás, és indul a pesti fónódó villamos építése is, mondta a főpolgármester. Újabb hibára figyelmeztetnek a szakértők a felújított orosz metrókocsikkal kapcsolatban, egy gyenge tartószerkezet okoz gondot. És 500 milliárd eurós uniós hitelfelvételt javasol Németország és Franciaország, Angela Merkel a V4-ekkel is tárgyal. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Gajdos Tamás. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket az ATV déli híradójában. 5 idős beteg halt meg a koronavírus miatt az elmúlt 24 órában, közölte a hivatalos koronavírus oldal. Ezen 467-re nőtt az áldozatok száma. Közben újabb 21 fertőzöttet regisztráltak, így eddig összesen 3556-an kapták el bizonyíthatóan a vírust. A legutóbbi közlés a korábbiakkal ellentétben nem tartalmazza, hogy jelenleg hány aktív fertőzöttet kezelnek kórházban, és közülük hányan vannak lélegeztetőgépen. A védekezés második szakaszában vagyunk, ami nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed, mutat rá a jelentés. Magyarországon alacsony a fertőzöttek száma, és nem lehet nyáimmunitásról beszélni, ezt erősítette meg a 4 hazai orvosegyetem és a KSH által készített országos reprezentatív koronavírus szűrővizsgálat, melynek adatai nem változtak a 6 nappal ezelőtt közzétettekhez képest. A szűrések 2 nappal ezelőtt fejeződtek be, jelenleg folyik az eredmények kiértékelése. Az eddigi adatok alapján Magyarországon a fertőzésen már átesettek száma 2,7%-ig és 1,1% között lehet. Több helyen tumultus alakult ki az egészségügyi intézményekben, miután hétfőtől újabb egészségügyi szolgáltatások váltak elérhetővé, mondta az országos tisztifőorvos az operatív törzs délelőtti tájékoztatóján. Müller Cecília úgy fogalmazott, hogy az emberek szinte megrohamozták az intézményeket, ami nem jó hír. A tisztifőorvos mindenkinek a figyelmét felhívta arra, hogy csak előzetes, telefonos egyeztetés után menjen kórházba. A tisztifőorvos hangsúlyozta, sem a szúnyog, sem a kullancs nem terjeszti a koronavírust. Tehát megengedett, sőt kívánatos is a szabadban tölteni az időnket, hangsúlyozta Müller Cecília. Csökken az ápolók jövedelme a járvány miatt, írja a Népszava. A lap szerint ugyanis a veszélyhelyzet idején átmenetileg megszűntek a kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségek. A szakszervezet elnöke szerint az ápolók egy órára jutó nettó bére az 1000 forintot sem éri el. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig azt írta az ATV híradónak, hogy a kormány elkötelezett az egészségügyi dolgozók megbecsülése iránt, a járvány kapcsán bruttó 500.000 forintos extra juttatást kaptak. Én azt hiszem, hogy ezt a munkát pénzben megfizetni nem lehet, de aki az egészségügyben vállal szerepet, hivatást választ magának, és nem a pénzért végzi a munkáját. Néhány napja az ápolók nemzetközi napján mondta ezt az emberi erőforrások minisztere. Apasztja a járvány az ápolók bérét, erről pedig már a Népszava számolt be. A lap szerint a járvány óta legalább 20-30%-kal visznek haza kevesebbet az érintettek, hiszen nem vállalhatnak másodállást. A független egészségügyi szakszervezet elnöke híradónak azt mondta, ez az ápolók esetén 50 és 150 ezer forint közötti összeget jelent, az orvosoknál pedig még többet. Nem csak erre az egy járványra nézve, hanem hosszabb távon is az így dolgozókat sokkal jobban meg kell becsülni, sokkal jobban meg kell fizetni, mert valószínű, hogy sok ember életébe került az, hogy a világ nagyon sok részében nagyon kevés a szükséglethez képest, még normál állapotban is az egészségügyi dolgozó, aminek a legnagyobb oka a hiányos anyagi megbecsülés. A Párbeszéd költségvetési módosító javaslatot nyújtott be azért, hogy emeljék duplájára az ápolók bérét. Teljesen értetetlen, hogy miközben itt a sportpályákra, Tiborc Istvánra, Mészáros Lőrincre sok 10 meg 100 milliárdot tud költeni még járvány alatt is a kormány, addig látszik, hogy hol vannak a prioritások, ugyanis az egészségügyben dolgozóknak úgy látszik nem sürgős elküldeni ezt az egyszeri juttatást, de még ezzel az egyszeri 330 ezer forinttal sem vagyunk és vannak ezek az emberek beljebb. Amiről a Párbeszéd társelnöke beszélt, az a bruttó 500 ezer forintos egyszeri juttatás, amit április elején ígért meg a kormány minden egészségügyi dolgozónak. Ezt hiányolja az MSZP politikusa is. Azt az 500 ezer forintos ígérvényt be kéne váltani
a kormánynak rendelkezésére állnak ezek a források. Nézd, a rendőröknek gondolkodás nélkül ki tudták fizetni az 500 ezer forintos juttatást, akkor én azt gondolom, hogy az egészségügyben dolgozóknak is minden további nélkül kifizethetnék. Az EMMI azt írta az üggyel kapcsolatban, várható az egészségügyi dolgozókat érintő korlátozások feloldása. Az egészségügyi dolgozók megbecsülése mellett elkötelezett a kormány, a járvány kapcsán bruttó 500 ezer forintos extra juttatást kapnak. Késik a Lánchíd felújítása a járvány miatt, erről beszélt a főpolgármester helyettes az ATV-nek. Németh Erzsébet szerint a koronavírus miatt a főváros forrásainak átcsoportosítására volt szükség, ez indokolja a csúszást. A budapesti cégek is bajban vannak, a BKK 20 milliárd forintos hiánnyal számol az év végére, a gyógyfürdők pedig havi 1 milliárd forintot buknak a bevételkiesés miatt. Januártól teherautók és turistabuszok már nem járhatnak a Lánchídon. A járvány pedig a korlátozásoknál is nagyobb forgalomcsökkenést hozott a legrégebbi magyarországi Dunahídon. A sokat tervezgetett felújítás így is időszerű lenne, de a főváros jelenlegi számításai szerint idén már biztosan nem tudják elkezdeni a munkát. Zároltunk most 63 milliárd forintot szeptember 30-áig. Ezek elsősorban olyan fejlesztéseknek az elcsúsztatását jelenti, amit idén úgyse fogunk tudni elindítani. Például a Lánchídnak a felújítása biztosan csúszni fog. A főpolgármester helyettes az ATV reggeli műsorában elmondta, a járvány miatt a gyógyfürdők és a város közlekedési cégei is bajban vannak. A fővárosi közszolgáltatásokból, például a BKV-ból évvégéig 20 milliárd forint jegyárbevétel kiesés lesz. A fürdők esetében ez az összeg havi 1 milliárd forint. A BKK megkeresésünkre azt írta, bíznak benne, hogy az utasok visszatérnek a közösségi közlekedéshez. Igaz, a turista bérletek és a repülőtéri vonaljegyek eladásával idén már biztosan nem számolhatnak. Hozzátették, a cég vezetése bízik abban, hogy a tömegközlekedés színvonala akár kormányzati segítséggel is, de változatlan marad. Sok múlik azon, hogy a következő hetekben, hónapokban mennyien szoknak vissza a tömegközlekedésre, illetve hogy milyen állami forrásokat, illetve adóbevételeket kapnak vissza az önkormányzatok, de végső esetben akár az is előfordulhat, hogyha nem történik változás, hogy járatritkításokra vagy még komolyabb intézkedésekre kényszerül az önkormányzat. A Lánchíd felújításáról átcsoportosított pénzeket egyébként egyebek mellett az idősügyi ellátások fenntartására és az önkormányzati egészségügyi intézményekre szánják, de arra is ígéretet tett a főváros, hogy senkit nem küldenek el a BKK-tól. A járvány miatt a főváros 63 milliárdot zárolt szeptember 30-áig, mondta a főpolgármester ma reggel Start című műsorunkban. Karácsony Gergely megerősítette, hogy döntöttek a Lánchíd felújításának elhalasztásáról, ezzel párhuzamosan olyan műszaki megoldásokat keresnek, hogy a híd úgy tudjon megújulni, hogy azt ki is tudják fizetni. Azt is elárulta a főpolgármester, hogy a 3-as metró felújítása nem fog csúszni, és a pesti fonódó villamos hálózatának megépítését is megkezdik. Az idős otthonokban kialakult fertőzésekről Karácsony azt mondta, ha a rendszer szinten érdemi felelősséget akarunk megállapítani, akkor az is kérdés, hogy hogy van az, hogy a kórházakban sokkal többen fertőződtek meg, mint az idős otthonokban. A kórházakból jelent meg, március 6-án volt az első fertőzés, március 6-án. Egyrészt, másrészt még így is sokkal több kórházi fertőzés van. Harmadrészt, és ez a lényeg. Azt, hogy az idős otthonokban ez a járvány nagyon nagy veszélyeket jelent, ezt tudjuk egész Európából. Így van. Az európai halálesetek fele idős otthoni. Olyat tud még egy országot mondani Európában? Most többen kapták meg a fertőzést a kórházban, mint ahogy meggyógyultak. Hát, kórházat elvileg nem azért tartjuk, hogy ott megbetegedjünk, hanem azért, hogy meggyógyuljunk. Rövidnek bizonyult az idő Budapest újraindítására. Az üzletek többsége ugyan már kinyitott, de ezt a hetet sokan inkább a felkészülésre szánják. A fővárosi strandok várhatóan csak a pünkösdi hétvégén fogadnak először látogatókat. Az állatkert már szerdán kinyit, de elővigyázatosságból egyelőre csak a beltéri bemutató helyek lesznek látogathatóak. Ha minden üzem képes, akkor hétvégén már ezen is utazhatnak a látogatóink. Nyomáspróbát végeznek a Budapesti Vasút Történeti Parkban. A Szabadtéri Múzeumban épp a nyitás előtti utolsó simítások zajlanak. A park vezetője azt mondta, júliusi kezdéssel számoltak, de nagyon örülnek, hogy megnyithatnak. Péntektől várják a látogatókat. Nagyobb kocsiszámmal fog közlekedni a kerti vasút, és korlátozzuk azt, hogy egy kocsira csak egy család ülhet le, tehát ugye nem, tehát a távolságot mindenképpen szeretnénk betartatni a vendégekkel, de tehát a felnőttek esetében kérni fogjuk a maszk használatát, a gyerekeknek meg ugye eddig sem volt kötelező.
Mától a strandok és a szabadtéri fürdők is fogadhatnak vendégeket. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy a kültéri medencéket lehet csak megnyitni. Azon fürdők esetében, ahol belterjedő medencékkel is rendelkeznek, azok a medencék nem nyithatók meg, illetve a kapcsolódó NNKS, tehát Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlás szerint szaunák, illetve gőzkabinok sem üzemeltethetők. Az előírás szerint a medencében 4 négyzetméternyi vízfelületet, míg a parton 16 négyzetmétert kell biztosítani egy vendég számára. Mint mondta, ezzel a strandok a korábbi befogadó képességük felére lesznek csak alkalmasak. A Széchenyi, a Gellért fürdő és a Palatinus strand is elviekben már nyitva lehet, de a főváros kezelésében álló cég híradónknak azt mondta, pontos információt csak a hét második felében adnak, valószínűleg a pünkösdi hétvégén nyitnak ki. Ilyen élet van most a Váci utcában. Ezeket a felvételeket egy nézőn készítette Budapest Bevásárló utcájában. Itt dél körül szinte minden üzlet zárva volt. Nem úgy a nyugati környékén, ahol a cipőboltok, a könyvesboltok és a sportboltok is megnyitottak. Ebben a bisztróban is épp a nyitás előtti utolsó munkálatokat végzik. A dolgozóink nagyon várták már a nyitást, és nagyon örülünk ennek, hogy a teraszengedélyt, azt a teraszbérleti díját igazából elengedték a vállalkozóknak. Hozzátette, bízik abban, hogy a vendéglátás újra megélénkül a fővárosban. Ebben a budapesti bisztróban kollégáimmal ma mi voltunk az első vendégek két hónap után. A fővárosban az elkövetkezendő két hétben így a teraszon vagy a kerthelyiségben lehet majd csak fogyasztani, de legalább már lehet. Az ATV híradóban Kocsis Andrea riportját látták. Németország és Franciaország 500 milliárd eurós, azaz 180 ezer milliárd forintos Európai Uniós alap felállítását javasolja a koronavírus járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására. Ezt a német kancellár és a francia államfő jelentette be közös online sajtótájékoztatóján. Angela Merkel és Emmanuel Macron elképzelése szerint az Európai Bizottság a tagállami kormányok felhatalmazása alapján felvenne 500 milliárd eurónyi hitelt, melyet az EU 2021-ben kezdődő 7 éves költségvetésének részeként használnak fel. A német kancellár nem sokkal ezelőtt a visegrádi országok vezetőivel, köztük Orbán Viktor miniszterelnökkel is egyeztetett egy videókonferencián. A magyar miniszterelnök erről egyelőre csak annyit írt a Facebook oldalán, hogy a gazdaság újraindításáról tárgyaltak. Európa szerte egyre több üzletet, iskolát és múzeumot nyitnak meg a két hónapos leállás után. Csökken ugyanis az új fertőzöttek száma és kevesebb a halálos áldozat is. Brazíliában viszont már a világon az egyik legmagasabb a betegek száma. Az elnök ennek ellenére a gazdaság újraindítását sürgeti, mert szerinte a leállást nem használ, sőt, csak szegénységhez vezet. Csak kevesen használták ki ma reggel, hogy újra nyitott a járvány miatt két hónapja lezárt aténi Akropolis. Az ókor épület együttest persze csak a biztonsági intézkedések betartásával látogathatják a turisták. Úgy jöttünk el, mintha most először lennénk itt. Senki nem zavar bennünket. Nekünk görögöknek ez így még jobb is, mondta egy aténi férfi. Görögországban május 4-én kezdték el feloldani a járvány miatt bevezetett korlátozásokat. A hétvégén már a strandok is fogadtak fürdőzőket, most pedig kinyitottak az iskolák, a bevásárlóközpontok, és beindult a kombközlekedés is Kréta és Évia szigetére. Jól esett újból egy kávézó teraszán elfogyasztani a reggelit az olasz fővárosban, ahol 10 hetes leállás után nyitottak újra az üzletek, éttermek és fodrászatok. Reméljük, hogy a mai nap egy új kezdet lesz mindenki számára. Egy kicsit nehéz lesz, mert változtatni kell a szokásainkon. Ráadásul félünk is, de dolgozni kell, mert különben nem lesz pénz presszó kávéra, mondta egy római lakos. Lassan kezd fellélegezni Milánó is, de nem mindenki optimista. Az emberek gyorsan elfelejtik majd a leállást. Mindent úgy fognak csinálni, mint korábban, ezért újabb vészhelyzet és válság várható. Vélekedett egy helyi lakos Olaszország üzleti életének központjában, ahol különösen sok volt a fertőzött. Ez pedig már az Egyesült Államok, egészen pontosan Maryland szövetségi állam, ahol egy étterem személyzete úgy döntött, felfújható gumival választják el a vendégeket egymástól. New Jerseyben is sokan kimentek a tengerpartra, illetve parkokba, hogy a több hetes otthontartózkodás után végre élvezhessék a természetet. A szövetségi államban egyébként nem kötelező a szájmaszk viselet a szabadban.
Brazíliában viszont az összeomlás szélén az egészségügy, miután drámaian megnőtt a fertőzöttek száma. A 200 milliós országban már több a beteg, mint Olaszországban volt összesen, és a halottak száma is megközelíti a 16 ezret. Másfél hete hidroxiklorokint szed az amerikai elnök a koronavírus megelőzésére. Donald Trump erről maga számolt be az újságíróknak. Elmondta azt is, hogy rendszeresen tesztelik a vírusra, és ezek eredménye eddig mindig negatív lett. A gyógyszert, amit malária és egyes autoimmun betegségek ellen használnak, Trump maga kérte az orvosától. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a hidroxiklorokint egyelőre csak kísérleti úton tanácsos alkalmazni, mert súlyos mellékhatásai lehetnek. A kormányzati tájékoztatási központ szóvivője szerint nincs olyan szándék, hogy Pintér Sándor vegye át az egészségügy irányítását. Farkas Őrs az Egyenes Beszéd című műsorunkban azt mondta, elejét szeretné venni a Pintér Sándor és az egészségügy kapcsolatáról szóló találgatásoknak. A kormány válságkezelésének elsődleges célja a munkahelyteremtés. Fontosnak tartják, hogy azoknak, akik a piacon nem találnak munkát, az állam munkát biztosítson. Most a járványhelyzet óta kialakult időszakban is a legfontosabb döntések, amúgy a kormány nyilván magát kvázi ezáltal nehezebb helyzetbe hozva, költségvetés pontosabban nehezebb helyzetbe hozva, azt segítik, hogy azok a szektorok és azok a vállalkozások, akik nehéz helyzetbe kerültek, azok minél hamarabb talpra tudjanak állni. Júniusban megszűnhet a rendkívüli jogrend Magyarországon, ezt írja az igazságügyi miniszter közösségi oldalán. Varga Judit szerint a képtelen vádak módszeres terjesztése ugyan sok kárt okozott Magyarország nemzetközi hírnevének, de annyi haszna talán volt, hogy ismét mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy ki, mire és kinek az érdekében használja fel a rendelkezésé álló lehetőségeket egy veszélyhelyzetben. Először pénteken Belgrádban beszélt Orbán Viktor arról, hogy május végén visszaadnák a döntési jogköröket az országgyűlésnek. Majd Gulyás Gergely miniszter mondta azt a hétvégén, hogy május 26-án nyújthatják be a parlamentnek az erről szóló javaslatot. Orbán Viktor lehetetlen helyzetbe került, ezért kénytelen volt meghátrálni. Ezt már Gyurcsány Ferenc mondta az Egyenes Beszédben, arra reagálva, hogy kiderült, júniusban megszűnhet a koronavírus miatt meghozott rendkívüli jogrend. A DK elnöke szerint nem csak a hazai ellenzék illette kritikával a felhatalmazási törvény miatt a kormányfőt, hanem a nyugat-európai partnere is. Ezért a nemzetközi megítélése befagyott, ez pedig józan módon belátta a miniszterelnök. Azt a tévedést, hibát és azt a sok sérülést, amit ő összeszedett, ezzel már nem lehet korrigálni, le tudja venni a napirendről. De ő már nem győztes ebben az ügyben. Vesztes, és picikét vesztesek vagyunk mi is. Hát ha más nem, egy illúzióval, hogy idáig nem fog elmenni. Elment. Holnap lejár a személyi jövedelemadó bevallásának határideje. Ha valaki nem módosít a NAV által elkészített tervezetén, akkor az automatikusan érvényessé válik. Szerda évfélig lehet rendelkezni az 1+1%-okról is. Mivel a civil szervezeteket is rendkívül rosszul érinti a járványhelyzet okozta a gazdasági válság, így most különösen fontos számukra ez a fajta felajánlás. Szerdai félig lehet átnézni és kiegészíteni az adóhivatal által készített bevallástervezetet. 5,5 millió magánszemélyt érint a május 20-ai határidő. Amennyiben valaki nem módosít, úgy a tervezet automatikusan érvényessé válik. Akinek nincs ügyfélkapuja, kérhette, hogy a NAV postázza a tervezetet. Azonban valaki nem kérte a postázást, mondjuk a fülebotját sem mozdította, de mi azt láttuk, hogy valami teendője lenne, vagy fizetendő adója van, vagy visszajár összeg, vagy valamilyen anomáliát látunk, akkor is küldtünk ki annak ellenére, hogy ő nem kérte. Az 1+1%-okról is szerdai félig lehet rendelkezni. Az egyházi közösségek mellett 27 ezer civil szervezetnek és alapítványnak lehet felajánlani az adónk 1%-át. A lakossági találkozások maradtak el, amikor elmegyünk rendezvényekre, iskolákba, óvodákba. A Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolánál azt mondják, a járványhelyzet miatt éppen azok a programok maradtak el, amikor a támogatóknak meg tudták volna mutatni, hogy mivel foglalkoznak. A szakmai segítségadás a kölyöknevelők felé, pedig a kiképzőink részéről videós megoldásokkal, telefonon, ha személyesen nem is, de tovább folytatódott. A Bátor tábor is digitális üzemmódra állt át, online foglalkozásokat tartanak, mivel a járvány miatt őszig valamennyi tábort le kellett mondani. Az alapítvány csak tavaly 2500 daganatos gyermeknek és családjának segített. A járvány miatti gazdasági válság őket is nehéz helyzetbe hozta.
Keveset beszélünk arról, hogy az alapítványokat valószínűleg még inkább sújtja, főleg azokat a szervezeteket, akik támogatásokból tartják fenn magukat, ugyanígy, mint a Bátortábort. Úgyhogy mi azt látjuk jelen helyzetben, hogy körülbelül a felére fog visszaesni a bevételünk ebben az évben. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a tervezetet érdemes átnézni, hogy minden kedvezmény szerepele benne. Leváltja a Jobbik Schneider Tamást, a párt volt elnökét, az országgyűlés alelnöki posztjáról erősítette meg a párt az azonnali értesülését. Schneider elmondta, hogy Jakab Péter pártelnök döntött a menesztéséről, amit telefonon közölt vele, de szerinte komoly indoklást nem kapott. Szilágyi György, országgyűlési képviselő az azonnalinak azt mondta, az elnökség minden pozícióra a legmegfelelőbb embert próbálja megtalálni. Schneider Tamás is jó alelnök volt, most azonban úgy gondoljuk, hogy a Jobbiknak Balczó Zoltánra van szüksége a parlament alelnökeként, közölte a Jobbik politikusa. Bármikor leszakadhat egy hűtőszekrény méretű alkatrész a felújított orosz metrókocsikról, és ez akár a szerelvény kisiklását is okozhatja, írja a Népszava. Alapfigyelmét egyszerre hívta fel az újabb sorozathibára a Metróért Egyesület és a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület. A kocsik aljára felszerelt úgynevezett segédüzemi áram átalakító szerkezeteket vékonyka konzolos tartókra szerelték fel. A 37 szerelvényből 18-nál már látszanak a tartófüleken a repedés jelei. Eddig a vastagon ráfújt korrózióvédő miatt nem lehetett látni, hogy túl gyenge a szerkezet. A cikk szerint a gyártó nem vitatja a konstrukciós hibát, de a rögzítő fülek újratervezése és cseréje bizonyosan hosszabb időt vesz majd igénybe. Közzétették a rendőrök a múlt heti pécsi bankrablásról készült teljes videót. Ezen az látszik, hogy a rabló bement a fiókba, először leült az ügyintézővel szembe, majd felállt és fegyverrel követelte a pénzt. Miután megkapta, egy nő mögött haladva ment ki a fiókból. Korábban felmerült, hogy a támadó esetleg nő is lehet, de a rendőrök egy férfit keresnek. A beszerzett adatok alapján egy higgadt, nyugodt temperamentumú, közlékeny, kommunikatív, intelligens emberről van szó, aki valószínűleg jó helyismerettel rendelkezik. Vizsgáljuk azt is, hogy elképzelhető, hogy a férfi súlyos betegségben szenved, azonban ez a mozgásában nem akadályozza. Híradónk után most kezdődik Fórum című műsorunk, melyben Somos Andrással beszélgetetnek akár a híradóban látott témákról. Szervusz András, vagy mit javasolsz, milyen egyéb témákat még? Szervusz Tamás, nem változtattunk a témalistánkon. Egyrészt Farkas Őrs, aki tegnap itt volt az ENS beszédben, ő mondta, hogy nincsen olyan szándék, hogy Pintér Sándor az egészségügy irányítását átvegye. Másodszorban, ugye júniusban megszűnhet a rendkívüli jogrend. Erről javaslatot a hó végén be is nyújtja a kormány a parlamentnek, és aztán pedig a Momentum aláírás gyűjtése, amely már 3000 körül jár, ami azt jelenti, hogy 36 ezer, csak hogy így értsük egymást. Köszönjük szépen, András, érdekes témafelvetések, beszéljék meg hát ezeket a fórumban Somos Andrással. Én most elbúcsúzom, de a híradó lesz ma még, nem is kevés. Elsőként 17:25-kor, akkor a esti híradó jelentkezik, majd Nemes Annával, kérem akkor is, és addig is nézzék az ATV-t, szép napot mindenkinek!